Sziasztok! A mai videóban egy programot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, és ez a program nem más, mint a Rektábor. Én ezzel a táborral tavaly ismerkedtem meg, és fotósként vettem részt rajta. De így fotósként is átjött, hogy milyen jó pofa a program ez az egész, hiszen mindenki nagyon jól érezte magát, sok nevetéssel és őrültködéssel zajlott le az egész. A tavalyi év témája a kalózkodás volt, de idén a Harry Potter világában fog játszódni az egész tábor, úgyhogy ez végül is egy boszorkány és varázslóképző esemény lesz. Közben majd itt a képernyőre valahova kiírom, hogy mikor lesz és hogy hol lesz, illetve lent az infoboxban megtaláljátok majd a jelentkezési linket. A program 18 éven felülieknek szól, ugyanis tavaly is voltak ivós játékok, és most is lesznek szerintem ivós játékok, de rengeteg más érdekes program is lesz, úgyhogy nem csak az ivásról szól az egész. Elég őrült dolgok voltak, azt azért el kell, hogy mondjam. Például volt egy ivós játék, amiben a telefonszámodat kellett koktélként meginni. Ez úgy nézett ki, hogy 0-tól 9-ig fel voltak sorolva a számok, és minden számhoz tartozott egy ital, és a saját telefonszámod számaiból keverték ki a koktélodat, úgyhogy ezt kellett meginni. És el kell, hogy mondjam, hogy voltak, akik elég rosszul jártak, ugyanis nagyon rossz koktél keveredett ki a telefonszámokból, de volt, akinek ízlett a saját koktélja, úgyhogy ez több poénos feladat volt. A másik sláger feladat, amit szerintem azóta is emlegetnek a résztvevők, az a fejjel dinnyefacsere volt, és hát ezt nem igazán tudom szóban elmondani. Ne tartsd oda, ott aludj csak meg az áránál! Vágj a fejbe a dinnyével, meg! Nos, ennyi lett volna most ez a kis videó, és ha felkeltette a tábor az érdeklődéseket, akkor mindenképp jelentkezzetek, ott találkozunk. És ha az én szavaim nem lettek volna elég meggyőzőek, akkor nézzétek most meg ezt a kis montást az ott készült videóból. Mivel győzzétek meg valakit, aki még soha nem volt Rektáborban, hogy miért jöjjön? Hát mert egy akkora élmény, de ez egy ilyen külön. Élmény. Ostoba vagy, hogy felemészel. Igen, ezt az élményt át kell élni. Nagyon jó volt. Te ittam, kratulok! Én ittam. Én nekem az egy zseniális élmény volt, hogy a saját telefonszámot elfogyasztottam a formájában. A kincsdörösség is nekem is nagyon tetszett. Ezt nem lehet elmondani, ezt át kell élni, pont. Én azt tudnám mondani, hogy valaki szeretné konszolidálni a kulturális körülmények között, kettős alliterációval szólt, kicsit felszabadítani az elméjét, és egy egészen új szintre lépni, mind az állapotás szintjén, mind az ivás szintjén, egy kurva spirituális élmény számomra, és szerintem ezt más is át tudnál mondani tényleg. Mind az állomásokon kívül, mind a feladatokon kívül, a páriságban és a akármi mellett, a maga hangulat, a közösség, az felülhetően világhatatlan, nem lenne ezt az útkeresztény. Felülhatatlan ezt keresztény. A kicsikeresés, ez rohadtul ki volt találva. Szerintem így az utolsó programnak az nagyon jó volt. Nekem Matyi kémiás feladatai tetszettek a legjobban, mert rohadtul nem értek a kémiához, de mégis bevezetett a kémiába olyan módon, hogy elkezdjen érdekelni, hogy mitől kék a tűz például. Jó, ja, tényleg az nagyon-nagyon jó volt a lámpafestő. Ez egy akkora közösség teremtő erejű dolog, ez a tábor. Szóval szerintem, hogyha valaki úgy jön ide, hogy homofób, az a végére nem lesz az. Az majdnem 100%. Nekem a legemlékezetesebb az a festék, hogy magad, ami a felére nem emlékszem, de amikor jó volt. A másik a szabad rúszóba, az kurva jó volt. Ez kurva jó. Thank you.
nagyon komplex módon volt megtervezve, és szerintem a kivitelezése is ahhoz képest, hogy mekkora volumenű volt ez a program, szerintem nagyon jól sikerült. De egyébként az összes többi nap programjáról is el tudom mondani azt, hogy úgy tartalmas volt, és érdemes volt rá a képszámára. Csak annyit akarok mondani, hogy kibaszott, hogy kurvára jól érztem magam, és nagyon remélem, hogy több ilyen lesz még a jövőben.